Üdvözlöm a kedves nézőket! A könyvhét keretein belül mutatták be a Pirula Kalausz című könyvet, amit pár ezt az STE tudományi karhoz fűzhető szerző és szerkesztő írt. A stúdióban már itt van dr. Csupor Dezső, a kiadván egyik szerkesztője, illetve szerzője. Üdvözlöm a stúdióban! Üdvözlök mindenkit! Miről is szól ez a Pirula Kalausz? Mi volt vele a céljuk? A célunk az volt, hogy azt mindenki tapasztalhatja, hogy a reklámokban meg a boltokban körülneveznek minket különböző vitamin és gyógynövény készítmények. Ezeknek a forgalma éves szinten több 10 milliárd forint, viszont a legtöbb vásárló, fogyasztó ezeket úgy vásárolja meg, hogy, hogy viszonylag keveset tud arról, hogy ezek mire jók, mire valók, és nagyon sokszor csak a reklámok alapján tudnak tájékozódni, ami meg hát nem mindig adja vissza a valóságot. Próbáltunk egy olyan könyvet írni, amiben a leggyakrabban előforduló összetevőkről leírjuk azt, amit a jelen tudásunk szerint tudományos alapon tudni lehet. Kik voltak pontosan a szerzők, kinek mi volt a feladata a könyv írásában, szerkesztésében? Nyolc szerzője volt a könyvnek, közülük majdnem mindenki gyógyszerész. Egy, van, aki nem gyógyszerész, de ő viszont az étrend terén nagyon aktívan tevékenykedik, tehát egy komoly gyártónál étrend fejlesztéssel foglalkozik. Az összes többi szerző ő szegedi, és gyógyszerésztudományi karon végzett, vagy ismerőseim, évfolyamtársaim, vagy doktoranduszaim, volt doktoranduszaim. Én voltam a szerkesztője, én voltam, aki az egészet koordinálta, kitaláltam, hogy miről írjunk pontosan, meg egy kicsit irányt is adtam ennek a műnek, illetve volt még egy szerkesztő, aki a szöveget gondozta, Bokor Dóra, aki nagyon sokat tett azért, hogy szövegminőségben, nyelvhelységben, stilárisan ez a könyv Szép és egységes munka legyen. Kik az önök célközönségei? Ö, esetleg tudományosabb hangvételű a könyv, vagy a fiatalabb korosztály, aki még esetleg nem ö, olyan tudományos ismeretekkel rendelkezik, őnek is ajánlják a, a kiadványt? Alapvetően a célközönség az, aki a vásárlója ezeknek a termékeknek, és ez a célközönség ez jellemzően a kb. 20 évtől fölfele van, tehát kifejezetten fiataloknak is való ez a könyv és a nyelvezetés olyan, hogy nem kell ahhoz mondjuk gyógyszerésznek vagy orvosnak lenni, hogy ezt valaki megértse, igyekeztünk olyan szavakat használni, ami mindenki számára érthető, vagy hogyha esetleg nem, akkor az el van magyarázva. Tehát a cél az, hogy ne egy tudományos munkát adjunk ki, hanem ez egy közérthető munka, viszont ami tényszerűen benne van, az mégiscsak tudományosan megalapozott. Ön a könyv kiadása előtt a közösségi médián is írt a gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel kapcsolatban bejegyzéseket. Ön miért gondolta azt, hogy ezt könyvformátumban is meg kell jeleníteni? Hát annak nem vagyok híve, hogy valaki ír egy blogot, és utána azt kiadja a papíron, mert annak semmi értem nincs. A blog az egy, az egy olyan élő és átmenti, vagy hogy mondjam, rövid szavatosságú idei műfaj, amiben olyan írásokat ír az ember, ami egy aktuális, kérdésre reflektál. Ez viszont egy olyan könyv, amiben korábban meg nem jelent írások vannak, és itt kifejezetten nem hosszabb írások szerepelnek, hanem egy-két oldalasak, és mindegyik kis írás egy-egy anyaggal kapcsolatos. Valamilyen vitamin, valamilyen gyógynövényről szól. A korábbi blog jellegű tevékenységem az pedig nem, nem ilyen jellegű. Tehát ami összeköti a kettőt, az az, hogy valahol mind a kettővel a fogyasztóknak próbálok segíteni, de ez egy teljesen más műfaj. A jelenlegi koronavírus helyzetben ö, a könyv ad-e, vagy hát hogy gondolom, hogy ad bármiféle segítséget, hogy hogyan lehet esetleg megelőzni azt, hogy valaki elkapja a betegséget? Hát ez jó kérdés, egyébként ennek a kísértésnek megpróbáltunk ellenállni, és ez szerintem sikerült is, mert például a tárgymutatóban ez a szó, hogy koronavírus nem szerepel. Mert ugyan vannak vizsgálatok különböző vitaminokkal, növényekkel, azzal kapcsolatban, hogy ezek jók-e koronavírus betegség megelőzésre vagy gyógyításra, még nem tartunk ott, hogy bármit ki jelenteni. Tehát amit ma lehet hallani a sajtóban, hogy ez vagy az megelőzi a koronavírust, ezek még nagyon kezdeti állapotban lévő feltételezések. Egy könyv pedig olyan adatokat kell, hogy tartalmazon, ami már nagyon jól alátámasztott és többszörösen visszaigazolt. Amit egyébként lehet tudni, vagy amit ma már nagyjából azért elfogadott, hogy a D-vitamin hiány az rontja az állapotát a betegeknek. Tehát ha valaki D-vitamin hiányos, akkor rosszabb esélye veszi fel a harcot a korokozóval szemben. De ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy akkor extra D-vitamin szedéssel azzal viszont biztosan megakadályozzuk. Ez egy kicsit félreértelmezés, de talán a D-vitamin, ami, amiről ilyesmit már tudhatunk. Honnan lehet megrendelni, vagy hol lehet megvenni ezt a Pirula című könyvet? A hagyományos könyvforgalmazási utakon nem ezt döntően online módon terjesztjük a www.pirolakalausz.hu oldalon, illetve nagyon sok gyógyszertár is van, ahol lesz kapható, de könyvesboltokban nincs jelen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, további sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb is!